Sia lodato Gesù Cristo. Saluto cordialmente Sua Beatitudine Apsi Yusef, Patriarca greco Melchita, celebrante principale della Divina Liturgia, il Patriarca Cardinale Lutros Rai, l'Arcivescovo Maggiore, gli Arcivescovi e i Vescovi, i Reverendi Sacerdoti e tutti i fedeli oggi qui riuniti, che in modo visivo rappresentano la ricchezza e la diversità della tradizione della nostra Chiesa Cattolica. Questa cattedrale porta il nome di Santo Stefano. Qui custodiamo anche la sua reliquia più famosa, la Santa Destra. Oggi il Re Santo Stefano è il santo comune della Chiesa Cattolica e di quella ortodossa. Nell'anno della sua morte, il 1038, queste chiese erano ancora in piena comunione. La diversità delle tradizioni, la diversità della cultura dei popoli non devono essere ostacolo al cammino della fede comune. Oggi, quando il cristianesimo sta affrontando così tante incomprensioni, interpretazioni errate e attacchi in tutto il mondo, è fondamentale testimoniare insieme la nostra unità, la nostra fede in Gesù Cristo, che è il nostro unico Signore e Maestro. Il Signore conceda che la celebrazione di oggi sia l'espressione e la promozione dell'identità propria e della missione delle chiese cattoliche orientali a servizio dell'unità dei cristiani. Benvenute a tutti. Dicerta Sheko, Jézus Krisztus. Szeretettel üdvözlöm az Esztergom Budapesti Főegyházmegye társ székesegyházában ő boldogsága Apsi Yusef Melkita pátriárka urat, a most kezdődő Szent Liturgia főcelebránsát, a nagyérsek, metropolita és püspök urakat, a főtisztelendő paptestvéreket és minden egybe gyűlt hívőt, akik látható módon is tükrözik katolikus egyházunk sokszínűségét és hagyományának gazdagságát. Ez a templom Szent István király nevét viseli. Itt őrizzük leghíresebb ereklyéjét, a Szent Jobbot is. Szent István király ma a katolikus és az ortodox egyház közös védőszentje. Halálának évében 1038-ban még teljes közösségben voltak egymással ezek az egyházak, a hagyományok különbözősége, a népek kultúrájának sokfélesége nem kell, hogy akadályt jelentsen a közös hit útjában. Ma, amikor a kereszténységet annyi meg nem értés, félremagyarázás és támadás éri szerte a világban, életfontosságú, hogy közösen tegyünk tanúságot egységünkről, hitünkről, Jézus Krisztusról, aki egyetlen közös Urunk és Mesterünk. Adja Isten, hogy ez a mai ünneplés kifejezze és elősegítse a keleti katolikus egyházak sajátos identitását és küldetését a keresztények egységének szolgálatában. Isten hozta mindnyájunkat. Evlo is az a tímiána. Úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó tetteiteket, és dicsőítsék atyátokat, aki a mennyekben van. Mindig most és mindenkor és örökkön örökké. Amen.
επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν. Την εφύτευσεν η δεξιά σου. يا رب يا رب اطلع من السماء وانظر وتعهد هذه الكرمة وأنمها لأن يمينك قد غرستها. Seigneur, Seigneur, regardez du haut des cieux et visitez cette vigne, bénissez-la, car c'est votre main qui l'a plantée. Kyrie, Kyrie, επιβλέψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν. Την επίτευσεν η δεξιά σου. Áldást, Uram! Áldott az Atya és Fiú és Szent Léleknek országa, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen.
tisztességben könyörögjünk az Úrhoz. A mennyei békért és lelkünk üdvességéért könyörögjünk az Úrhoz. Világ békességért, Isten szent egyházainak jólétért és mindnyájunk egyesítésért könyörögjünk az Úrhoz. Uram, ezen szent hajlékért, s mindazokért, kik ide hittel, buzgósággal és Isten félelemmel járnak, könyörögjünk az Úrhoz. Uram, szentséges főpásztorunkért, Ferenc római pápáért, Isten szerető, Jusif pátriárkánkért, Péter bíborosunkért, Fülöp metropolitánkért, a jelenlévő bíborosokért, püspökökért, érsekekért, Isten tisztes áldozó papságért, a Krisztus szerinti segédlő papságért, az egész egyházi rendért és a népért könyörögjünk az Úrhoz. Uram, szeretett magyar hazánkért, országunk vezetőért és népünkért könyörögjünk az Úrhoz. Uram, ezen városért, minden városért, községért és vidékért, s az azokban lakó évekért könyörögjünk az Úrhoz. A levegőnek kedvező mérsékletért, a föld terményeinek bőségért és békességes időkért könyörögjünk az Úrhoz. Utazókért, utazókért, betegekért, fáradozókért, foglyokért, csezek szabadulásáért könyörögjünk az Úrhoz. Hogy mentsen meg minket minden aggódástól, haragtól és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz. Oltalmazz, ments meg, könyörülj és őrizd meg minket, Isten, a te kegyelmeddel. Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az Isten szülő és mindenkor Szűz Máriát, minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást, egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk. Ότι πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την οικαί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
Έτσι και έτσι εν ειρηνή του Κυρίου δεηθώμεν. Πάνι λαβούσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάρη Της Αγραντού υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπύρης ημών Θεοθόκου και Παρθένο Μαρίας με τα πάντων των Αγίων ημών ενσάντες εαυτούς και αλλήλους και πασάν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραδόμε. Il regno, la forza e la gloria, Padre, Figlio e Spirito Santo, ora e sempre e nei secoli dei secoli. Thank you.
Твоем, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и пресную Деву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Добрый человек, любный Бог, и Тебе славу отдаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Thank you.
чещей и госивек. Христе, ти світло істини, що просвічує, освячує кожну людину, яка приходить на світ. Нехай знаменається на світло обличчя Твого, щоб ми, ходячи у нього, бачили світло неприступної Твоєї слави. Прямої стопи наші на виконування заповідей Твоїх. Молитвами причистої Твоєї Матері, Христе Боже наш, спаси нас. Спаси нас, Сину. Oh.
holy, and we give you glory to you, Father, Son, and Holy Spirit, now and ever and forever and ever. Békesség minnyájatoknak, bölcsesség figyelmezzünk. Mostantól boldognak hirdet engem minden nemzedék. Szent Pál apostol Filippiekhez írott levelének olvasása. Figyelmezzünk! Testvéreim, az az érzület legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt,
ő jól lehet Istenhez hasonló, Istennel való egyenlőségét nem a saját javára használta fel, hanem rabszolgasorsot öltve magára, kiüresítette önmagát. Emberekhez lett hasonló, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, engedelmeskedett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért magasztalta fel Isten mindenek fölé, és olyan nevet adott neki, amely minden név fölött áll, hogy Jézus nevére minden tért, hajoljon meg a földön, a mennyben és az alvilágban. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. The reading is from Paul's letter to Philippians. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of man. And being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Therefore God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Békesség néked, bölcsesség figyelmezzünk. Könyörögni fognak széned erőt. Lukács apostol és evangélista hirdetőjét. Isten az ő dicsősége Szent Lukács apostolának és evangelistájának könyörgései által adjon neked öröm hirdetőnek nagy erejű szót. Az ő kedves fia Krisztus Jézus evangéliumának hirdetésére. Amen. Bölcsesség, igaz hívők, hallgassuk a Szent Evangéliumot. Szent Lukács evangéliumának olvasása. Dicsőség
időben Jézus betért egy faluba, egy Márta nevű asszony befogadta őt házába. Volt neki egy Mária nevű húga, aki Jézus lábához ülve hallgatta a szavát, Márta pedig sürgött, forgott a sok házi dologba. Egyszer csak megállt és így szólt, Uram, nem törődsz-e vele, hogy húgom, egyedül hagy engem szolgálni? Szólj neki, hogy segítsen nekem. Az Úr azonban így válaszolt neki, Márta, Márta, sok mindenre van gondod, és sok minden nyugtalanít, pedig csak egy az szükséges, Mária legjobb részt választotta, amely nem is vétetik el tőle. Történt, hogy miközben ezeket mondta, egy asszony a tömegből felkiáltott. Boldog a mi, amely hordozott, és az emlő, amelyet szoptál. Ő pedig ezt mondta, hát még azok milyen boldogok, akik hallgatják az Isten szavát, és meg is tartják. Now, as they went on their way, Jesus entered the village, and the woman named Martha welcomed him into her house. And she had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet and listened to his teaching. But Martha was distracted with much serving, and she went up to him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Tell her then to help me. But the Lord answered her, Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things, but one thing is necessary. Mary has chosen the good portion, which will not be taken away from her. As he said these things, a woman in the crowd raised her voice and said to him, Blessed is the womb that bore you and the breast at which you nursed. But he said, Blessed rather are those who hear the word of the God and keep it. Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Ez az Úr napja, népek örvendezzetek, mert íme a világosság forrása, és az életadó igének könyve megjelent nekünk, és a napkelet ajtaja megszületett, várja a nagy főpap bevonulását, mint egyedüli ki e világra hozza Krisztus, a mi lelkünk üdvösségére. Szeretett testvéreim Krisztusban, az Isten szülő születésének ünnepén ezt az imént énekelt himnuszt kétszer is veszi bizánci egyházunk. Először az előesti vecsernyében, melyet idén a hívek sokassága mellett
számos keleti püspök testvéremmel együtt végeztünk Gödöllő, és az útrenyén a dicséreti szihírák befejezéseként újra. Ez az Úr napja, népek örvendezzetek, így kezdődik. Keleti ritusunkban az egyházi év szeptember 1-ével kezdődik. Tehát az egyházi év első nagy ünnepének meghirdetése egyszer s mind az egész esztendő alaphangját is megadja. Az ünnepeinkkel tartított egész esztendő számos okot fogadni az örvendezésre. Ha itt az elején, amikor a világosság forrása, az életadó igének könyve megjelenik, amikor a napkelet ajtaja megszületik, akkor ezzel nem csak az ünnepek, hanem az örvendezések sora is megnyílik. Legalábbis akkor, ha úgy tekintünk a most megnyíló esztendőre, ahogyan az Isten szülő a maga életére, aki várja a nagy főpap bevonulását. Igaz, ő abban egyedüli, hogy világra hozza Krisztust, a mi lelkünk üdvösségére. De a ma ünnepelt Isten szülőt követve mi is várjuk a nagy főpap, Jézus Krisztus, ebben az évben is vonuljon be az életünkbe, hogy életadó igéjét beleírja szívünk könyvébe, hogy a világosság forrásaként beragyogja egész életünket, egész lényünket. Ő be akarja ragyogni ezt a most kezdődő esztendőnket is. Nagyon oda kell tehát figyelnünk, hogyan kezdjük el, mit kell tennünk, hogy Istenünknek ez a vágya teljesüljön az életünkben. A gondviselő Isten jóvoltából most igazán mindent megkapunk ahhoz, hogy ez a mai napunk méltó kezdete legyen ez örvendezésre nyíló új esztendőnek. Velünk ünnepel és vezeti ezt az isteni szent liturgiát József Melkita pátriárka, aki a mérhetetlen szenvedés megélt Szíriából érkezett hozzánk. Jelenlétével mintegy még hitelesebbé válik az ünnepnek az üzenete, népek, örvendezzetek! S vele együtt ünnepel számtalan keleti és más ritusú püspök, bíboros érsek, pap, és a hívek sokassága is, hogy a nagy főpap bevonulását váró Isten szülő születésének örömét közösen éljük át, és együtt adjuk tovább világra szóló üzenetét. Népek, örvendezzetek! A most hallott evangélium záró szavaiban is erre kaptunk buzdítást a Szentlélektől. Egy asszony a tömegből újjongva kiáltott: boldog a méh, amely hordozott, és az emlő, amelyet szoptál. Asszonyi lelkesedésével öntudatlanul is prófétált, és megjövendőlte, hogy mi boldog asszonynak fogjuk nevezni Máriát, a Jézus szoptató és fölnevelő édesanyát. Tudjuk, korábban is egy másik asszony hasonló örömmel köszöntötte őt: boldog vagy, ki hittél. Így kiáltott a méhében örvendező magzatot hordozó Erzsébet, amikor találkozott a még szintén magzati létben jelenlévő Isten édesanyjával. Sőt, Mária maga is elfogadta ezt a köszöntést, amikor Sion leányaként így jövendőlt: íme, mostantól fogva boldognak hirdet engem minden nemzedék. Beteljesedett tehát mindaz, amit a Szentlélek mondott neki és róla. Boldog asszonyként köszöntjük őt, legalábbis mi magyarok így szeretjük mondani. De Szent Fia még ennél is többet mond. Mert az evangéliumban szereplő asszony szavát így egészítette ki: igen, de azok milyen boldogok, akik hallgatják az Isten szavát és meg is tartják. Itt vagyunk, testvéreim, a Szent István Bazilikában, az eukarisztikus kongresszus egy kiemelt eseményén, és ezen a megsokszorozott ünnepi körülmények között talán mélyebben, mint valaha az életünkben belénk hívódhat a mindenkinek szóló örömhír, hogy Isten boldogságra hívta az embert ebbe a világba.
boldogságra teremtette. És az találja meg az Isten által nekünk készített boldogságot, aki hallgatja az Isten szavát és meg is tartja. Nagyon bízom abban, a szívem mélyéből imádkozom azért, hogy ez Szent Litánia liturgiáról hazatérők körében pontosan ugyanannyi legyen azoknak a száma, akik meg is tartják az Isten szavát, mint ahányan ma itt hallgatják. Persze nem mindegy, hogy hogyan hallgatják, hogyan hallgatjuk. Minden bizonnyal Márta is elkapott néhány gondolatfoszlányt Jézus tanításából, amikor sürgött-forgott a sok házi munkában. Figyelt ő, csak hát annyi minden másra is kellett figyelni, hogy érthető módon nem tudott teljes szívvel bekapcsolódni a tanításba. Csak hogy aki fél füllel, fél szívvel hallgatja a tanítást, az vajon meg fogja tudni tartani teljesen? Mária a jobbik részt, sőt, a legjobb részt választotta, ahogyan erről Jézus is tanúságot tett. És hozzátette azt is, nem is veszti el soha. Aki épp csak foszlányokat kap el Isten szavából, az milyen eséllyel indul el a megígért boldogság felé, amelynek záloga, hogy azokat meg is kell tartani. Egyházunk persze ismeri ezt az emberi gyöngénket, mely nem csak Mártára volt jellemző. Nem véletlenül énekelteti velünk az angyalokkal együtt a szent liturgiánkban, a szentírási szakaszok és a tanítás elhangzása után a szent figyelmeztetés, hogy tegyünk félre mostan minden földi gondot. Ez ma itt ezen a szent liturgián ószlávul fog elhangozni, mégpedig a Sajó Pálfalai Irmológiumban több száz éve lejegyzett gyönyörű szép dallama. De azért éppen úgy érvényes lesz mindnyájunk számára ma is. Az isteni szent liturgia föl akar emelni ebbe a tökéletes Istenre figyelésbe. Ekkor már semmi és senki nem számít. A rendkívüli személyisége, a számos külföldi testvérünk jelenléte, a mindenfelől érkező hívek igen nagy számának szokatlansága sem fontos. Tegyünk félre mostan minden földi gondot, mert a nagy főpap íme be akar vonulni az életünkbe. Nagy főpapnak mondjuk azt, aki a Filippiekhez írt levélben hallott himnusz szerint megalázta magát. Engedelmeskedett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Talán ez is akadályozhat minket abban, hogy elhiggyük, az ünnep és az egész evangélium valóban örömhír. Hogy elhiggyük, hogy ez boldogságra hívó üzenet. Megriaszhat bennünket ez az életút, amelyet Mária fiának végig kellett járnia. És emiatt Máriát is talán inkább látjuk szenvedő asszonynak, mint boldog asszonynak, akinek már fiatal édesanyaként is megjövendőlte Simeon, hogy a te lelkedet is tőr járja át. Igen, sok minden akadályozhat minket abban, hogy higgyünk. Számos tényező, sok zavaró hatás terelheti el a figyelmünket az örömhírről. Az ünnep ezekből akar kiemelni, fölemelni. És ez nem csak a naptárban követhető ünnepekre érvényes. Minden szent mise ünnep. Minden egyes szent liturgián az eukarisztiát ünnepeljük. Ezekben a napokban a világ szeme rajtunk, mert egy héten áttartó nemzetközi kongresszussal ünnepeljük az eukarisztiát. De minden egyes alkalom, amikor részesülünk belőle, ugyanilyen nagy horderejű, világra szóló, világot megmozgató esemény. Az eukarisztia nem tud több lenni, hiszen abban minden egyes alkalommal a teljes Szent Háromság adja magát. Minden szent áldozásban végtelen ajándékot kapunk. Ez a kiemelt eseménysorozat erre irányítja rá a figyelmünket. Az eukarisztia ünneplése nem egy a keresztény nyámborságok sorában. Minden forrásunk belőle fakad. Egész életünknek ő a forrása és a csúcsa. Belőle élünk, mozgunk és vagyunk.
Isten szavát többféle módon is megtarthatjuk, de ennek kiemelt módja az eukarisztia megélése, hiszen ez az Isten igéjének megtestesülése az életünkben. De csak akkor tudunk élni az eukarisztiából, ha élünk az eukarisztiával. Ez változtathatja meg az életünket. Ezt a fordulatot hozhatja az eukarisztikus kongresszus az életünkben, az egyház életében. Hogyha eddig figyelmetlenül fordultunk is el tőle, ha a sok hétköznapi tevékenységünk közepette el is terelődött a róla a figyelmünk, ha netán meg is ijesztett a magas követelmény, amely keresztény életünket kell, hogy jellemezze. De megtaláltuk a megoldást. Ugyanis megtaláltuk a forrást, amely kimeríthetetlen. Megtaláltuk életünk, földi életünknek a csúcsát, amelyért érdemes élni, érdemes minden küzdelmet vállalni. Jézus nem csak ígérte nekünk a boldogságot, hanem saját testében el is hozta azt. Ezért boldog az ő édesanyja, mert hitt benne, mert élt vele, mert ő vele élt. Máriának volt a legszorosabb, legközvetlenebb kapcsolata Jézussal, hiszen méhében hordozta, emlőin szoptatta, kezével sétáltatta, szájával oktatgatta. Mária boldog asszony. De még boldogabbak azok, akik az ige hallgatásával és megtartásával még nála is közelebb kerülnek Istenhez. Lehetséges ez? Ez bizony hatalmas titok. Megfejthetetlen, és mégis állandóan megfejtendő, kifejtendő titok. Talán most közelebb kerülhetünk ehhez a titokhoz, közelebb kerülhetünk az eukarisztiához. Ezen a rendkívüli főpapi liturgián átélhetjük a nagy főpap bevonulását, aki el akarja foglalni a legelső helyet az életünkben, a szívünkben. Méltán hangzik el tehát ezen az ünnepen a felszólítás. Ez az Úr napja. Népek, örvendezzetek. Amen. Mondjuk mindnyájan teljes lelkünkből és teljes elménkből mondjuk. Atyáinknak Istene, kérünk téged, hallgass meg minket, és könyörülj! Könyörülj rajtunk, Isten, a te nagy irgalmasságod szerint, kérünk téged, hallgass meg minket, és könyörülj! Szentséges főpásztorunk Ferenc római pápáért, Isten szerető Jusef pátriárkánkért, Péter bíborosunkért, Fülöp metropolitánkért, lelki atyáinkért, s Krisztusban minden atyánk fiáért. Az itt jelenlévő s tőled nagy és bű kegyelmeket váró népért, a mi jó tevőinkért és minden igaz hitű keresztényért. Jako milostivý člověk lubec Boh jestli tebi slavu posláje, Otcu i Synu i Svätomu Duchu, nyní i prisno, i vo veky vekov. Faithful, let us pray for the catechumens, that the Lord have mercy on them. Instruct them in the word of the truth.
revealed to them the gospel of righteousness. That unite them with his holy Catholic and apostolic church. Protect them, save them, have mercy on them, and preserve them, O God, by your grace. Щоби вони з нами славили пречесне величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. Nyájan ismét és ismét békességben könyörögjünk az Úrhoz. Urat, hatalmaz, ments meg, könyörülj, és őrizd meg minket, Isten, a te kegyelmeddel. Téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Ismét és ismét békességben könyörögjünk az Úrhoz. Könyörülj és őrizd meg minket, Isten a te kegyelmeddel. Bölcsesség! Aby sme pod ústavičnou ochranou Tvojej moci vzdávali slávu Tebe, Otcu i Synu i Svetému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov.
Keresztények, emlékezzék meg az Úristen az ő országában. Se souvient dans son royaume de sa sainteté le pape François, des métropolites, des évêques, des prêtres et diacres ici présents, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Oh,
erősítsük könyörgésünket az Úrhoz. Az előtte drága ajándékokért könyörögjünk az Úrhoz. Ezen szent hajlékért, s mindazokért, kik ide hittel, buzgósággal és Isten félelemmel járnak, könyörögjünk az Úrhoz. Hogy őrizzen meg minket minden aggódástól, haragtól és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz. Oltalmazz, ments meg, könyörülj és őrizz meg minket, Isten, a te kegyelmeddel. Ezen egész napot tökéletesen, szentül békességben és vétek nélkül töltsük el, kérjük az Úrtól. A békesség angyalát, a hívséges vezetőt, lelkünk és testünk őrzői, kérjük az Úrtól. Kétségeink bocsánatát és elengedését kérjük az Úrtól. Jókat és hasznosakat lelkünknek és a világnak békességet kérjünk az Úrtól. Hogy életünknek hátralévő részét békében és bűnbánatban töltsük, kérjük az Úrtól. Hogy életünket keresztény módon, gyötrelem és szégyen nélkül békességben végezzük be, s hogy Krisztus félelmetes hitélő szék előtt jó feleletet adjunk, kérjük az Úrtól. Tisztább, legáldottabb dicső királynőnket, az Isten szülő és mindenkor Szűz Máriát, minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást és egész életünket, Krisztus Istenünknek ajánljuk. Nella misericordia del tuo unigenito figlio, con il quale sei benedetto, insieme con il Santissimo, buono e vivificante tuo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Egyetértőnek valljuk. Az ajtókat bölcsességben figyelmezzünk. Thank you.
Figyelmezzünk, hogy a szent áldozatot békességben felajánljuk. Krisztus malasztja az Atyaisten szeretete és a Szentlélek közöltetése legyen mindnyájatokkal. See
and saying the triumphal hymn. This is my body, which is broken for you, for the forgiveness of sins. Amen. Drink of it, all of you. This is my blood of the new covenant, which is poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Offer to you yours of your own in behalf of all and for all. Της Παναγίας Αχράντου, υπερευνοημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρία.
Ricordati in primo luogo, o Signore, del nostro Santissimo Padre Francesco, Papa di Roma, e concedi alle tue sante chiese che egli viva in pace, incolume, onorato, sano, longevo, e dispensi rettamente la tua parola di verità. Isten szerető, érsekeinkről és püspökeinkről, tartsd meg őket szent egyházaidnak békességben, épségben, tisztességben, egészségben és hosszú életben, a te igazságod igének helyes hirdetésére. And that which with one voice and one heart we may glorify and acclaim the praises of your most honored and magnificent name, Father, Son, and Holy Spirit, now and forever and ever. Mila Marele Dumnezeu și Mântuitor al nostru Iisus Hristos, cu voi cu toți. Minden szentekről megemlékezvén, ismét és ismét békességben, könyörögjünk az Úrhoz. Bemutatott és megszentelt drága ajándékokért, könyörögjünk az Úrhoz. Hogy a mi kegyelmes Istenünk kedves lelki illadjanánt elfogadván azokat szent mennyei szellemi oltárára, küldje le nekünk isteni malasztját, s a szent lélek ajándékát, könyörögjünk az Úrhoz. Hogy mentsen meg minket minden aggódástól, haragtól és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz. Oltalmaz, ments meg, könyörülj és őriz meg minket, Isten, a te kegyelmeddel. Ezen egész napot tökéletesen, szentül, békességben és vétek nélkül töltsük el, kérjük az Úrtól. Békesség angyalát, a hűséges vezetőt, lelkünk és testünk őrzőjét, kérjük az Úrtól. Vétségeink bocsánatát és elengedését kérjük az Úrtól. Jókat és hasznosakat lelkünknek és a világnak békességet kérjünk az Úrtól. Hogy életünknek hátra levő részét békében és bűnbánatban töltsük, kérjük az Úrtól. Hogy életünket keresztény módon gyötrelem és szégyen nélkül békességben végezzük be, s hogy Krisztus félelmetes ítélőszék előtt jó feleletet adjunk, kérjük az Úrtól. Hitnek egységét s a Szentlélek közöltetését kérvén, önmagunkat, egymást és egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk.
méltass minket, Urunk, hogy bizalommal elítélés nélkül bátorkodjunk, téged, mennyei Isten, atyánknak nevezni és mondani. Most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Благодати ще дротами чоловіка люб'ям єдинородного сина Твого, з яким ти благословенна єси, з пресвятим благим і животворним Твоїм духом, нині повсякчас і на віки вічні. Hajtsátok meg az Úrnak!
Isten félelemmel, hittel és szeretettel közeledjetek.
üdvözítsd, Uram, a te népedet, és áld meg a te örökségedet. Öröktől fogva most és mindenkor és örökkön örökké. Igaz hívők, részesülvén Krisztusnak szent, legtisztább, halhatatlan mennyei, elevenítő és félelmetes titkaiban, méltóan adjunk hálát az Úrnak. Oltalmazz, ments meg, könyörülj és őrizd meg minket, Isten, a te kegyelmeddel. Ezen egész napnak tökéletes, szent, békességes és vétek nélküli eltöltését kérvén, önmagunkat, egymást, egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Μέρι Βεϊτήμ. Könyörögjünk az Úrhoz!
You bless those who bless you, O Lord, and you sanctify those who trust in you. Save your people and bless your inheritance. Protect the fullness of your church. Sanctify those who love the beauty of your house, and glorify them by your divine power. Do not forsake us who hope in you. Grant us peace to the world, to your churches, to the priests, to our nation protected by God, to our government, and to all your people for all good giving, and every perfect gift is from above, coming down from you, the Father of lights. And we give glory, thanks, and worship to you, Father, Son, and Holy Spirit, now and forever and ever. Слава тобі! Тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі! Пречистосі матері, якої торжественний праздник Різдва сьогодні звершуємо, і ти славно захвалення апостолів, святовиця наш Яна Золотоуст, архієпископ Константина Града, святий блажених мучеників наших земель, і всі святі нехай помилує і спасе нас, як благий любить. Баракату Раббі ва рахмату тахиллані алейна بنعمته ومحبته للبشر كل حين الآن وكل آوان وإلى دار الداهرين آمين. Adjurunk békességet, egészséget és áldást, számos boldog éven át!
Szeretett magyar hazánknak, adjurunk békességet és áldást, számos boldog éven át! Boldogságának, Jusszef pátriárkának, adjunk egészséget, békességet és áldást, számos boldog éven át! Érsekeinknek és püspökeinknek, adjurunk egészséget, békességet és áldást, számos boldog éven át! Thank you.
készült a miniszterelnökség és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT támogatásával.